Egyre többen szeretnének otthon fegyvert tartani, a jelentkezők körülbelül 10%-a viszont pszichésen alkalmatlan. Bilkei Pál kriminálpszichológus azt mondta a Tényeknek, hogy sokszor már az első pillanatban látja, ha valaki alkalmatlan. Vadászoknak, sportlövőknek korábban nem volt kötelező a pszichológiai alkalmassági vizsgálat, de most már igen. A fegyvertartási engedély visszavonásig érvényes, csak az egészségügyi alkalmasságit kell frissíteni, a pszichológiait nem. Rendőrségi szalag kifeszítve minden irányból ott, ahol az 58 éves férfi lövöldözött az utcán, néhány méterre a házától. Az egyik szomszéd azt mondta, hogy a férfi rendszeresen vadászott, ezért volt otthon fegyvere. Van egy pár lőfegyvere, azt mutatta is nekem, hogy milyen puskái vannak. A vadászoknak általában csak puskájuk van, ugyanakkor lehetőség van, és nagyon sok ország fegyverkultúrája is ezt lehetővé teszi, hogy sőt ajánlja, hogy kegyelemlövésre kisebb hatékonyságú fegyverrel, például pisztollyal legyenek ellátva, vagy felszerelve. Az Országos Vadászkamara jogi képviselője azt mondta, hogy a fegyvertartási engedély megszerzése egy több lépcsős, bonyolult folyamat. Egy 100 órás tanfolyam után lehet vadászvizsgát tenni, ezt követően lehet kiváltani a vadászjegyet, és csak ezután lehet beadni a fegyvertartási engedélyre vonatkozó kérelmet a rendőrségre. Az engedély visszavonásig érvényes, bizonyos időközönként csak az egészségügyi alkalmasságit kell frissíteni, a pszichológiai alkalmasságot azonban nem vizsgálják újra. Házi orvosnak módja és lehetősége van arra, hogy a kérelmezőt egyéb vizsgálatokra is beutalja, hogyha indokoltnak látja. Hiszen a házi orvos az, amelyik mindannyiunknak az egészségi állapotát kezeli. Ha ő úgy látja, hogy pszichológiai vizsgálatra is kell küldeni a kérelmezőt, vagy esetleg szemészetre, vagy fülészetre, akkor ezt meg fogja tenni, és annak a leletei birtokában fogja kiadni az alkalmas vagy nem alkalmas igazolást. 30 kérdés van, 30 olyan van, hogy választani kell. Bilkei Pál kriminálpszichológus azt a tesztsort mutatja, amit a fegyvertartási engedélyt kérelmezőknek kell kitölteniük. Azt mérik fel a kérdésekkel, hogy a jelentkezők hogyan viselkednek konfliktus helyzetekben. Azt mondja, sokszor már az első pillanatban látja, ha valaki alkalmatlan. Nagyon gyakran előfordul, hogy a vizsgálat során kiderül, hogy valamilyen családi problémák vannak. Családi problémák vannak, amiben úgy érzi, hogy ezeket a konfliktus helyzeteket fegyverrel lehet megoldani, holott ez az, ami igazán veszélyes ebben a munkakörben. Korábban egyébként a vadászoknak és a sportlövőknek nem kellett pszichológiai vizsgálat. Aztán történt Pécsett az a rettenetes eset, ahol az a Ákos nevű fiú lövöldözött bent a tanterembe, és akkor jött az, hogy akkor a sportlövőknek is kell, és én voltam az, hogy mentem, hogy akkor a vadászoknak is. Egyre többen szeretnének egyébként otthon fegyvert tartani. A jelentkező körülbelül 10%-a pszichésen alkalmatlan, vagyis nem kaphat engedélyt.